A monostori erődben rendezte meg a Rába Duna Vág Európai Területi Társulás a 4. Duna konferenciát. Köszöntőjében Molnár Attila polgármester úgy fogalmazott, ez a konferencia azt a térséget próbálja megfelülelni, amely az elkövetkezendő időszakban kulcsfontosságú lesz. Ha megnézzük, hogy a Duna régió, és ugye itt kimondottan Magyarország és Szlovákia relációjában beszélünk most erről, milyen fejlődési, milyen gazdasági fejlődési pályán megy keresztül, akkor azt tudjuk mondani, hogy Közép-Európának ez a térsége, ez bizony most már Burgenland felé, Bécs felé, Bajorország egyes részei felé kell, hogy vesse a tekintetét. Mi is ezekkel az idézőjelbe tett problémákkal, ezek az a kellemesebb problémák, ezekkel küzdünk. Tehát ezeknek a kihívásoknak kell megfelelni. Hát látható, hogy olyan szintű a gazdaságnak, az iparnak, akár az idegenforgalmat is ide hívhatom segítségül a fejlődése, amelyre nem volt példa az elmúlt időszakban egyáltalán, nem csak Komárom városának a történelmében, hanem azt gondolom, hogy ennek az egész régiónak a történetében. A polgármester hozzátette, Dunaparti város vagyunk, de nincs Dunapartunk. Erre igyekszünk különböző fejlesztési elképzeléseket kitalálni, és a Dunát behozni a központi gondolkodásba, Komárom életébe. A határtérségben szükség van az összefogásra. Ha összefogásban tudunk dolgozni, aminek van egy formális kerete, akkor sokkal erősebb érdekérvényesítő képességünk van, mondta Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron megyei közgyűlés és a Rába-Duna-Vág Európai Területi Társulás elnöke. Beszédében kitért a kis projekt alap működtetésére, ami a szlovák-magyar határmenti programban működik egyedül az Európai Unióban. Ez azt jelenti, hogy 20 és 50 ezer euró közötti kisebb összegű projektekre lehet pénzt nyerni, regionális területi szavazással, egy egyszerűsített folyamatban. Tulajdonképpen ez itt azt jelenti, hogy 6 millió euró összértékű projekt tud megvalósulni, mintegy 117 nyertes pályázat van eddig, ami hogyha a projektpartnerek számát is hozzátesszük, akkor nyilván egy jóval szélesebb kört jelent, tehát azt gondolom, hogy kis összegű támogatások, de nagy létszámú pályázók és nagy létszámú érintett használhatja föl ezeket a pénzeket, és ráadásul ezek pont azokat a területeket szolgálják, amelyek talán a legfontosabbak, tehát szolgálják az emberi kapcsolatokat, hiszen ugye többnyire rendezvények valósulnak meg, ezekből kisebb közösségek, települések egymást közti kapcsolatainak a létrehozását és az ápolását tudják szolgálni. Németh Zoltán hozzátette, a járványhelyzet megmutatta, hogy a határtérségben élők között milyen egymásra utaltság van, hogy milyen szorosak a gazdasági és a társadalmi kapcsolatok. A 4. Duna konferencián többek között a Duna régió stratégia prioritási területeiről, az Interreg program aktualitásairól és a vízi turizmusról is szó esett.